Az ausztriai Baumgartenben történt gázrobbanás egyértelműen egy előre megtervezett esemény volt, mely egy részét képezte egy nagyobb esemény sorozatnak, és ebben a videóban ezt fogjuk megvizsgálni. Remélhetőleg egyre többen rájönnek arra, hogy a körülöttünk levő világ nem más, mint egy hatalmas forgatókönyv alapján működő színház, melyet intelligens emberek uralnak és irányítanak hosszú-hosszú ideje. Ami ma körülöttünk zajlik, az ennek a forgatókönyvnek és ennek a színháznak a végkifejlete. Bizonyára sokan hallottatok az ausztriai gázrobbanásról, és remélhetőleg sokan rá is jöttek arra, hogy ez csak egy újabb példa arra, amiről már nagyon sok szó esett itt, mégpedig ahogyan azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, manipulálják a világunkat, és elhitetik az emberekkel, hogy ezek az események csupán a véletlen műve, és minden más az életünkben tulajdonképpen a véletlen műve, az pedig, ami történik a világban, ezen véletleneknek az összessége. Ezek azonban nem véletlenek, hanem előre megtervezett események annak érdekében, hogy az embereket tereljék egy olyan úton, melyet kijelöltek számunkra. A Telegraph.co.uk arról számol be, hogy a gáz hiány az megemelkedett számlákhoz vezet, miután energia problémák tökéletes vihara sújtja Európát. Természetesen ők a Nagy-Britanniában megemelkedett energia árakról beszélnek, azonban a tökéletes vihar az nem létezik, nincsen véletlen tökéletes vihar. Ezek koordinált műveletek annak érdekében, hogy jelen pillanatban teszteljék az embereket, azonban előrevetítsék azt, ami a jövő. Ezen tökéletes vihar egyik eleme az, hogy az egyik legfontosabb északi tengeri olaj- és gázvezetéket lezárták. Erről ugye már december 11-én beszámolt a The Telegraph ebben a cikkében, és előre jelzik azt, hogy ennek jelentős hatása lesz a fogyasztókra. A nagykereskedelmi gázár, amennyiben ugyanazon a napon, a rendelés napján szállítják, 30%-kal emelkedett egyből, ezzel a legutóbbi 4 év legmagasabb értékét ért el. Mindez akkor történik már, mint ez a javítási munkálatok, amikor nem csak Nagy-Britannia, hanem egész Európa egy hidegfronttal küzd. Ez a vezeték 235 mérföld hosszú és 85 olaj és gáz létesítményt kapcsol össze a földrésszel. Telegráf üzleti rovata ezzel kapcsolatban azt írja, hogy az energiapiacok zűrzavarossá váltak, annak következtében, hogy az Ineos, ez ugye a cég neve, lezárta az északi tenger legnagyobb csővezetékét legalább 2 hétre. Természetesen az nyilván a véletlen műve, hogy Ausztriában is pont most történt a robbanás, és véletlenül pont most van az egyik leghidegebb időszaka eddig a télnek. Ez nem csak a brit piacot és az európait viselte meg, hanem a The Telegraph beszámolója szerint az egész világ energiapiacait. Itt arról írnak, hogy a 100 méter hosszú 40 csővezeték 450 ezer hordó olajat szállít naponta, ami 40%-a az északi tengeri olajkereskedelemnek. Itt van maga a csővezeték, illetve az olaj- és földgáz mezők. Akit esetleg érdekel, megnézheti a Telegraph oldalán. Ez különösen érzékenyen érinti a Szigetországot, hiszen így hajókon kell beszállítani az olajt és a gázt, annak érdekében, hogy a fellépő hiányt pótolni tudják. Szóval nem elég, hogy lezárták ezt a 40 csővezetéket, ezután megtörtént a Baumgarten gáz finomító, illetve telephelyén a robbanás, és a norvégiai Statoil bejelentette,
hogy szintén csökkenteni fogja a gáz beáramlását a Troll nevű telephelyéről, mely ugye Európa legnagyobb tengeri gázmezője. Íme a gázárak alakulása az Egyesült Királyságban, ugye ez a 4 éves szinten a legmagasabb, a jelenlegi, mindez az eseményeknek köszönhető, melyekről eddig szó volt. Financial Times szintén beszámolt ugyanerről, hogy a csővezeték lezárása az energia árakat felfelé mozdította el. Ha visszatérünk a tegnapi cikkhez a The Telegraph-ban, akkor láthatjuk, hogy az ausztriai robbanás szintén fontos szerepet játszik abban, hogy kialakult ez a tökéletes vihar, ahogyan ők ezt hívják. Hiszen ez az az üzem Ausztriában, ahol az orosz gáz Európában megérkezik. A nagykereskedelmi gázárak az elmúlt 6 év legmagasabb pontjára emelkedtek, és több mint 50%-kal 24 óra alatt. Érdekesen alakult a helyzet, ugyanis a robbanás után Olaszországban alakult ki a legnagyobb káosz, erről számol be a Reuters.com, és bár a problémát elhárították, mára is visszaállt a teljes üzemmód, mégis néhány érdekességet le tudunk szűrni ebből az eseményből, illetve ezekből az eseményekből. Az egyik az, hogy Olaszországban ennek következtében szükségállapotot voltak kénytelenek elrendelni, ugyanis Olaszországot érintette legsúlyosabban a gázhiány, ugye az a robbanás következtében fellépő gázhiány. Olaszországban az extrém hideg időjárás, az első is az a hó, már amúgy is megnehezítette a közlekedést az elmúlt néhány napban, ehhez hozzájárult még ez a gázhiány. Mintegy 250 tűzoltó dolgozott ennek a telepnek az oltásán, és ahogy mondtam, már a helyreállt a rend, legalábbis úgy tűnik. A robbanás és az események következtében az Egyesült Királyságban a gáz ára a legmagasabb pontra szökött, ugye 2013 óta ezt megbeszéltük, és ez volt a legnagyobb növekedés 2009 óta, a legnagyobb mértékű növekedés. Az egyik konklúzió, amit levonhatunk, az valószínűleg megegyezik azzal, amit Dmitri Peskov megállapított, mégpedig az, hogy ez a baleset és ez az egész kialakult helyzet nagyszerűen érzékeltette és mutatja azt, hogy mennyire fontos Európa számára a természetes gáz, illetve az energiaforrások fenntartható utánpótlása, illetve rámutat arra, hogy az egész energiarendszer működésének fenntarthatósága szintén kulcsfontosságú. Gazprom, aki ugye az egyik használója és ügyfele ennek a Baumgarten telepnek, egy újabb csővezetéket tervez, ezt azonban a Balti tengeren keresztül Németországba, kikerülve Ukrajnát, Lengyelországot és Fehér Oroszországot. Az Európai Unió szakemberei úgy látják az orosz tervet, hogy ez aláássa Európa törekvéseit, arra irányuló törekvéseit, hogy csökkentse az orosz természetes gáz és olajtartalékoktól való függőséget. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!